A mai napon Lázár János megfogalmazta a 2016-os költségvetésre vonatkozó terveit a kormánynak, amit első olvasatban tárgyaltak. A kormány a benyújtás szándékát, annak politikai hátterét, azt felesleges megvitatni. Az helyes, hogyha olyan költségvetés kerül elfogadásra, amelyben széles társadalmi, szakmai és gazdasági konszenzus tud létrejönni. Ezért azt javasoljuk, hogy a május 13-án benyújtott költségvetést ősszel fogadja el az országgyűlés, pontosan azért, hogy időt és lehetőséget adva az ágazat képviselőinek, az érdekképviseleteknek, a munkaadóknak, hogy érdemben tudják megvitatni a 2016-os költségvetést. A Magyar Szocialista Párt számára világos, hogy a társadalmi egyenlőtlenségek további fokozása a 2016-os költségvetésnek a célja. Egy igazságtalan adórendszer további csökkentése és a fogyasztási adók további növekedése ma Magyarországon a társadalom többségének nehéz hétköznapokat fog eredményezni. Ezért a Magyar Szocialista Párt fenntartja azt a javaslatát, hogy a fogyasztásra terhelő adókat csökkentsük, jelentse az alapvető élelmiszerek áfájának csökkentése, hiszen világos, hogyha a sertéshús áfáját lehet csökkenteni 5%-ra, akkor az 1% pontos személyi jövedelemadó csökkentése pontosan fedezetül szolgálna a teljes alapvető élelmiszerek áfájának a csökkentésére. Ma már világos, hogy a kormány még nem tudta eldönteni, hogy mit is fogyasztanak leginkább az emberek, és ma már meg is jelent a Baromfi Terméktanácsnak a javaslata, és várható további javaslatok az ágazatok részéről, hiszen igazságtalan, hogyha csak kizárólag egy adott termékre, és nem az alapvető élelmiszerekre, amelyek pontosan azon társadalmi csoportoknak, bérből és fizetésből élőknek nyújtana érdemi hatható segítséget. A másik ilyen javaslat azzal, hogy szétverte a kormány a szociális ellátórendszert, és nagyon nehéz helyzetbe hozta az önkormányzatokat, mai napon tartott nyugdíjas érdekképviseletekkel, szociális partnerekkel történő tárgyaláson is egyértelművé vált. Csak az önkormányzatok lehetnek azok, akik ma még érdemi, hatható segítséget nyújthatnak, ha visszakapják azokat a forrásaikat, amelyeket a kormány elvett tőlük. Ezért olyan javaslatot fogalmazunk meg, amely biztosítja az önkormányzatok számára a helyben maradó eszélyát, az iparűzési adót és a gépjárműadót. Ezek szolgáljanak fedezetül, hogy a kormány döntése által szétvert szociális ellátórendszert legalább helyben képesek legyenek újraépíteni. A másik ilyen téma, amit szóba szeretnék hozni, a Magyar Nemzeti Bank környékén van. Ma is elhangzott, hogy az állami számvevőszék vizsgálja az önkormányzatokat. Szeretnénk megerősíteni, ha már az Európai Központi Bankban nehezményként, egy problémaként jelenik meg a Magyar Nemzeti Bank ingatlan vásárlása és különböző alapítványokba történő pénzkihelyezése, akkor joggal merül föl, hogy a politikai felelősség megállapítása mai napig elmaradt. A kormánynak nyilatkoznia kell. Fenntartja-e Matolcsy György politikai felelősség nélküliségét, vagy megerősíti mindazt, amit az elmúlt hetekben, hónapokban kialakult Magyarországon, hogy a felügyelet nélkül pénzügyi vállalkozások sorra csaphatják be az embereket, és eközben nem történik más, mint egy olyan jogszabály elfogadása, amelyről mára kiderült, hogy csak a kvesztor károsultjainak segít, ha segít, még ezt nem tudjuk, de a Budakes vagy a Hungária ZRT-nél meglévő befektetéseket ilyen értelemben nem védi ez a jogszabály. Ezért tehát fontos tisztázni, ha már Európából is látszik, és oly sokszor hivatkozik a kormány az Európai Unióra, akkor fontos ezt a jelzést komolyan venni Magyarországnak, már csak azért is, mert hogy világossá vált az elmúlt hetekben, hónapokban, hogy a jegybank
politikai és szakmai felelőssége megkérdőjelezhetetlen ebben az ügyben.